Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látják 2019. augusztus 30-án, pénteken. A pontos idő 20 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Jan Szakata előadása a mezőtúron. Augusztus 20-ai ünnepség. Az Artúr Fesztivál programjaként Jan Szakata is ellátogatott mezőtúra és egy színvonalas koncertet adott a közönségnek. A művésznő az Eurovíziós Dalfesztivál magyar nemzeti döntőjében 5. helyezést ért el, majd a Rádió Sztárkereső versenygyőztese lett. 1997-től a Budapesti Operettszínház társulatának tagja, mindemellett feltűnt még a Barátok Közt című sorozatban is. Élete során számos kitüntetésben részesült, kitűnő munkájának eredményeképpen és rengeteg hozzáhasonló tehetséges művészen játszott egy színpadon, ilyen például Dolhai Attila, aki tavaly debütált a mezőtúri színpadon. Katát a produkciója után invitáltuk egy pár perces beszélgetésre a munkásságáról és a pályafutásáról. Kedves vendégeink, fogadják szeretettel Jan Szakata Emerton díjas magyar színésznő és musical énekes műsorát. Rendszeres színházi és televíziós szereplései mellett nagy hangsúlyt fektet a vidéki és határon túli fellépésekre. Fogadják szeretettel Jan Szakatát. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hát én azt ígértem, hogy ha lesz egy kis bevezető és egy kis felkonf, akkor bent már kicsit összedugtuk a fejünket, és megbeszéltük, hogy mi hangozzék el rólam, és mondtam, hogy hát olyan sok minden nem, mert hogyha felsorolják a szerepeimet, meg hogy mennyi mindenben játszottam, akkor én meg szoktam ijedni. Először is az ember elkezd számolgatni, hogy akkor tulajdonképpen hanyadik életévenben is vagyok én. Hát hogyha kiszámoljuk, hogy 25 éve vagyok a Budapesti Operettszínház tagja, és hogy hány musicalben játszottam, akkor egy nagyon nagy szám fog kijönni a végére, úgyhogy ezt nem szoktam firtatni, inkább azt, hogy a mai napig nagyon-nagyon boldog vagyok, amikor meghívást kapok, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Én megkérdeztem a szervezőséget, hogy kik jártak már itt, és kik voltak a nagy elődök, és hallottam, hogy itt volt Dolhai Attila, itt volt Feke Pali, és akkor azt gondoltam, hogy na hát a két fiú után azért itt egy hölgy is kapott meghívást, ez egy nagyon nagy dolog, úgyhogy meg fogom becsülni magam, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek. Remélem, hogy a kis műsoromban mindenki talál majd olyat magának, ami a szívének kedves, vagy szívesen hallgat. Sokszor el szoktam mondani, hogy ezek a nagy drámai musical szólók, amiket szoktam énekelni, azok Isten igazából a színházban élnek meg, a darab közben. És mivel én drámai musical hősnő vagyok, tessenek elképzelni, hogy én általában 10 órakor már nem is élek. Semmelyik darabban. Tehát mire a vége a finálénak, addigra én már nem szoktam életbe lenni, és az anyukám úgy szokott jegyet venni, hogy meg szokta kérdezni előtte, hogy Kiskati, erre itt életben maradsz, erre vegyünk jegyet, jövünk, vagy mi lesz egyáltalán? Úgyhogy ezekből a nagy szólókból most azért nem hoztam sokat, mert ezek igazándiból tényleg ilyen nagy drámai hősnő szerepek, viszont egy nagyon szép dallal szeretném elkezdeni a műsoromat, ami mégiscsak nagyívű és nagyon szép, és ez is egy rockoperában szerepel, a Szakra Korona című rockoperában, amit aztán én később a Honfoglalás című rockoperába bekunyíztam saját magamnak, úgyhogy most már ott is szerepel ez a dal. Azt hiszem, ez lehetne az én mottóm is, mert ebben hiszek, úgy Isten igazából, hiszen a dalnak az a címe, hogy ki szívét osztja szét, ő lesz a remény. A Kormorán együttestől. Nincs szó, nincs jel, nincs rajzolt virág, nem szállhat az még szárnya tört madár, nincs jó. Yeah.
itt vagyunk az Artúr Fesztivál negyedik napján a Városi Oktatási Centrum udvarán, ahol Janza Kata adott egy fantasztikus koncertet a közönségnek. Azt már egy korábbi beszélgetéséből elmondta, hogy kiskora óta színésznő szeretett volna lenni. Mit tudna elmondani erről a folyamatról? Hát ez olyan volt, mint egy álom, tehát hogy így óvodáskorom óta ezt megálmodtam, és így gyakorlatilag így töretlenül mentem előre. Szegény szüleim így nézték, hogy nem kéne tovább tanulni, meg egyetem, és mindig énekeltem mindenhol, ilyen versenyeken, meg ilyen megmérettetéseken, és akkor úgy éreztem, hogy így nincs is B-tervem. Tehát azt éreztem, hogy én így erre vágyom, és ezt szeretném csinálni, és így annyira harcoltam, meg küzdöttem érte, hogy így nem is volt a fejemben, amikor megkérdezték tőlem, hogy van-e másik alternatív. Hogy ez nem jön össze, vagy nem sikerül, akkor mondtam, hogy nincs. Hogy ezt szeretném csinálni, és ez végül is sikerült, olyan 23 éves lehettem, vagy 24, amikor megkaptam az életem első címszerepét, ugye az Elizabeth című musicalben, és akkor úgy éreztem, hogy ez, igen, ez az, amiről álmodtam mindig is. A műsor elején említette, hogy ön általában drámai szerepeket kap, viszont az ön életében nagyon fontos a humor, mit tudná erről elmondani? Hát igazából igen, ezt nem mi választjuk ki, hanem igazából a rendezők, meg a közönség, hogy belőlünk mire kíváncsiak. Ezt egyszer Bodrogi Gyuszi bácsi mondta nekem, hogy ezt nem mi döntjük el, hogy a közönség mit szeretne belőlünk látni. És valahogy az alkatomnál fogva, meg a hangomnál is fogva, azt hiszem, hogy ez ilyen eleve behatárolt, hogy ezekben a drámai musical hősnő szerepekben fogom megtalálni az utamat. De hát ilyenkor mit csinál egy drámai hősnő? Ficeregni kezd, és kezdi kérdezgetni, hogy nem próbálhatnám esetleg ki magam valami vígjátékban, vagy ilyesmiben. És az első ilyen nagy áttörés az én életemben az a Sweet Charity című darab volt, amit Alföldi Robi rendezett az Operettszínházban, és akkor én abban játszottam egy ilyen nagyon, akkor még kis epizód szerepe, de nagyon vicces volt, és akkor úgy rám csodálkoztak, és azt mondták, hogy ó, hát te mekkora bohóc vagy, és hol voltál eddig, és mondtam, hogy mindig itt voltam, csak vártam a szerencsémet, meg a lehetőségemet, és a nagyon nagy áttörést az a két személyes darab hozta meg nekem, a Jövőre veled itt. Tehát azért abban rengeteg minden van, hullámzik végig, hol a dráma, hol a humor. Tehát ilyen kacagós, sírós, nevetős, keserédes, ahogy ezt a magyarok szokták mondani, ezt a kifejezést, és az volt az első nagy áttörés, ahol azt mondták, hogy hiszen ez neked megy, és ezt nagyon örülünk neki, és hogy akkor elkezdtem ilyen típusú és jellegű szerepeket is kapni, úgyhogy nagyon-nagyon boldog voltam. Persze megmaradtak a nagyívű, nagy drámai szerepek is. Az ön szívéhez melyik áll a legközelebb? Hát igazából, mivel én hétköznap egy nagyon vidám, egy nagyon nevetős valaki vagyok, szóval imádom, ha megnevettetnek, akár a családom, akár a barátaim, ezért azt gondolom, hogy egyre inkább szeretek ilyen vidám szerepeket játszani. Mégis azt mondanám, hogy a drámai nagy szerepek azok nem tudom, nagyobb lehetőségeket nyújtanak, és azért anélkül nem nagyon tudnám elképzelni a pályámat, vagy az életemet. Tehát, hogy amikor úgy kell megformálni egy szerepet, hogy esetleg nem is pozitív szereplő, hanem negatív szereplő, de az igazságát meg lehet mutatni, akkor ez engem mindig izgatott ezekben a nagy drámai szerepekben. Úgyhogy igyekeztem ezt megfejteni és magamra formálni, úgyhogy mégiscsak azt mondom, hogy amikor van egy ilyen nagy kihívás, annak mindig nagyon örülök, egy nagy szép, nagy drámai szerep, női főszerep. Mi jelenti önnek a motivációt a mindennapokban? Igazából az, hogy szinten tartsam magam, tehát hogy nagyon boldog vagyok, hogyha megbíznak még olyan feladatokkal, amik azt a teherbírást igénylik, amit a pályám elején is magaménak tudhattam. Hogyha gondolnak rám, például most meséltem el a közönségnek, hogy egy nagy Disney rajzfilmben szerepeltem most, illetve most folynak a munkálatok. Ez mindig egy ilyen kis örömkirándulás az én életemben, és hogy a sokszínűség is, tehát hogyha mehetek fellépni emberek közé. Van olyan kollégám, aki inkább azt szereti, hogyha közte meg a közönség között ott van a zenekari árok. Én nem ehhez tartozom, ehhez a csapathoz, hanem inkább azokhoz, akik szeretnek emberekkel beszélgetni, kicsit játszani, úgy a közönséggel, hogy megénekeltetni, fellazítani őket, mert ugye egy drámai szerepben 7-től 10-ig tűpontosan azt kell csinálnunk, ami a feladatunk. Itt ez egy jóval szabadabb műfaj, és ez engem nagyon motivál, amikor így eljöhetek fellépni, és mindig ott van a kihívás, hogy itt most egymagam állok a színpadon, nincs díszlet, nincs tánckar, nincsenek kollégák, nincs történet, ez most az adott közönség, és az én történetem lesz aznap, és számomra ez a kihívás.
Kinek a munkássága hatott leginkább önre a pályafutása alatt? Nagyon sokan odafigyeltek rám, de az első főszerepemben, az Elizabethben mégiscsak ez a meghatározó. Akkor két nevet muszáj, hogy kiemeljek, a Molnár Piroska, drága aranyos Molnár Piroska, és akit így a második anyukámnak is hívok, a Felföldi Ancsika művésznő. Hát ők voltak ketten, akik el nem engedték a kezemet, és mindenre megtanítottak. És amikor aggódtak a rendezők, hogy rám bízni egy ekkora főszerepet szakmai rutin nélkül, akkor mindig mondták, hogy hát úgy néz ki, mint Sisi, gyönyörűen énekel, a többit majd mi hozzárakjuk. Mindig mondták viccesen, és ez így is volt. Nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük. Aztán még muszáj, hogy ilyen, hát csupa hölgy, ha belegondolok, de hogy itt van a Szulák Andi is, aki egy ilyen kis mentorom nekem, mindig jókor, jó mondattal enged utamra, és ez nagyon fontos nekem. Tehát, hogy mindig tudom azt, hogy hozzá mehetek tanácsért. Inkább megfordítanám, lassan most már az a helyzet, hogy a kicsik jönnek én hozzám. A Katika van egy perced mondattal ott a színházban. Nagyon sokan kérnek tőlem tanácsot, én egy kis tyúkanyó lettem most ott a musicalesek között, és ez egy nagyon nagy felelősség és nagy boldogság, meg büszkeség, hogy most már én értem abba a korba, hogy tudok segíteni. Például a Gubik Petrának, aki az egyik mentoráltam ott benne a színházban, és engem is nagy boldogsággal tölt el, meg örömmel, amikor látom, hogy fejlődnek, amikor haladnak, csodálva nézem őket a különböző darabokban, szóval, hogy ez is egy akkora boldogságot ad, amikor nem én kérdezek, hanem amikor már tőlem kérdeznek. Voltak-e esetleg olyan történések vagy események, amelyek nehézségeket okoztak a céljai elérésében? Hát igazából mindig vannak ilyen nehézségek, egy próbafolyamat eleve egy nehézség. Tehát mire az ember eljut a sok akarat között, a sok vélemény és vélemény különbség között, hogy a bemutató megtörténik, azt jobb, hogy a közönség nem látja, hogy ez mekkora harc. A rendezőnek harca a díszlettervezővel, a díszlettervezőnek harca a jelmeztervezővel, a karmester harcol a szólistákkal, a koreográfus szintén, a tánckarral. Embertelen nehéz egy ilyen, főleg a főpróbahét. Tehát ahogy mi kikerülünk a közönség elé, azt egy olyan kemény főpróbahét előzi meg, amikor mindig legszebben lemondanánk az egészről, ez tényleg így van. És akkor ezek a nehézségek, hogy onnan venni egy nagy levegőt, és azt mondani, hogy ezt szeretem, ezt csinálom, és tényleg van egy igaz mondás, hogy amikor a premieren feldördül a végén a taps, és meghajlunk, akkor egy másodperc alatt törlődik a sok könny, a sok fájdalom, a sok szomorúság, meg nehézség, és a közönség tapsol, és mintha elillant volna minden, és kezdjük előről, a legnagyobb örömmel. Úgyhogy hát vannak ilyen nehézségek, de én azt gondolom, hogy ezek például a karakterváltás, ahogy időben megyek előle korban, ez például nem volt nehézség, mert mindig örültem az újabb kihívásoknak. És ugye már a Capuletnél, a Róma és Júliában az egy fiatal anya szerep volt, tehát én jókor kaptam fiatal anya szerepeket, tehát nem volt nehéz az átmenet sem. Úgyhogy hát ezek a nehézségek, de végül is ezek is megszépülnek a végére. Az ilyen szoros időbeosztás mellett mennyire jut idő a családra? Hát én nagyon igyekszem, hogy jusson a családra. Már most februárban kitűztem azt a két hetet, amikor elmegyünk nyaralni, és hát milyen az élet, természetes, hogy ilyenkor jön be a legtöbb felkérés, és akkor úgy fáj az embernek a szíve, hogy bizonyos dolgokra nemet kell mondani, de ugyanakkor meg az anyai szívem meg örül, mert már ami le van foglalva, az már ott van, és látni a gyerekeimen, hogy mennyire boldogok, hogy együtt leszünk, utazunk. A kisfiam az most már napok óta alig tud aludni, hogy most fogunk majd menni a kicsit a tengerre, és olyan boldog, meg úgy várni, és úgy örülök, mert ez a minőségi idő a családdal, ez nagyon-nagyon fontos, és nagyon igyekszem ezt most már úgy koordinálni, hogy azért maradjon rájuk is idő. Volt olyan szerep például most, amit nyáron azért nem vállaltam el, hogy inkább a koncerteket, hogy közte legyen azért mindig 2-3 nap, amikor tudok babázni. Hát a nagyobbik gyerekemmel már inkább nagy beszélgetéseket folytatni, mert ő már ugye 20 éves elmúlt, de a kicsit még azért lehet egy picit nyúzni. Augusztus 20-a az államalapítás napja, a nemzeti ünnepünk Szent István király államalapítónk tiszteletére. Ezen alkalomból Mezőtúron és minden évben városi rendezvény keretein belül a hagyományokat őrizve tartunk ünnepséget. Idén a Városi Oktatási Centrum díszudvarán gyűlt össze a lakosság, és arató felvonulásra kezdődött a program, majd a Mongolagrár ZRT népdalkörének színvonalas előadását tekinthették meg a látogatók. Ezt követte az új kenyér megszentelése, megáldása, majd Herceg Zsolt polgármester úr mondott ünnepi beszédet.
Ipari fohász, én Istenem, mindenütt csak jóságodat látom. A virágon, a gyümölcsön, az aranykalászon. Vedd hálánkat, édes atyánk, ennyi sok jóságért, a gyümölcsért, az aranykalászért. A szántóvető imádsága. Megáldottad, atyánk, a kezünk munkáját, barázdás orcánknak verejték hullását. Lesz már asztalunkon mindennapi kenyér, hálát adunk érte, ha barna, ha fehér. Hagyományőrző klub tagját, Kun Pétert, adját az idei szentelésre váró kenyeret Herceg Zsolt polgármester úrnak. Tisztelt polgármester úr!
A mezőtúri szépkorúak hagyományőrző tagságának nevében tisztelettel jelentem, hogy ez 2019-es aratási évben az aratási év eredményesen befejeződött. A városunk lakosságának a kenyere jövő aratásig, sőt, tovább is biztosítva van. Engedje meg, hogy az új búzából sült kenyeret ünnepségünk alkalmából önnek átnyújtsam. Tessék, parancsolni! Köszönöm szépen, megtisztelő számomra, hogy átvehettem az új kenyeret, és nagyon szépen köszönöm a klub minden tagjának munkáját, a közreműködését. Köszönöm szépen! Tisztelt ünneplő közösség! Mezőtúrváros önkormányzata nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Szent István államalapításának, valamint az új kenyér ünnepének tiszteletére rendezett városi megemlékezésünkön. Őseink ehhez a naphoz kötötték a gólyák útrakelését, de e nap időjárásából következtettek az őszi gyümölcstermésre is. A legfontosabb hiedelmek viszont az aratáshoz kapcsolódtak. Aki István napig nem aratja le az abot, az nem is fogja, hiszen István lova összetapossa, tartotta a régi hagyomány. Egyházi ünnepként Nagy Lajos királyunk uralkodása kezdetétől szerepel augusztus 20-a, emlékezvén első István királyunk 1083-ban történt szenti avatására a fehérvári bazilikában. Az 1848-49-es szabadságharc bukását követően betiltották az ünneplést, mivel az 1860. évi megemlékezés országos méretű tüntetéssé nőtte ki magát. Halálának 900. évfordulóján 1938-ban Szent István emlékét törvénybe foglalták. Régi fényét csak 1989-ben kapta vissza, a megemlékezés hivatalos állami ünnepé pedig 1991-ben vált ismét. Tisztelt ünneplő közösség! Mit is köszönhetünk első királyunknak, Szent Istvánnak? Az ő nevéhez fűződik a független magyar keresztjén királyság megalapítása és védelme, így a magyarság fennmaradása is. Megkoronázása egyet jelentett az ősi joggal való szakítással, valamint felzárkózást a korn modern királyságainak sorába. Létrehozta a területi alapon nyugvó vármegyerendszert, ami segítette a letelepedést, a földművelés elterjedését, a nemzetté válást. A püspökségek megszervezésével nem csak egy nyugati típusú egyház szervezetet hozott létre, hanem ezzel kivonta a magyar egyházat a német érsekségek fennhatóság alól, közvetlenül római irányítás alá rendelve. Templomokat és kolostorokat építetett, valamint törvénnyel biztosította azok működését. Az új állam függetlenségét és stabilitását fejezte ki a magyar pénzrendszer és pénzverés létrehozása is. A koronázáskor vert pénz előlapi éremképén a felhőből kinyúló kéz zászlós lándzsát tart, ami arra utal, hogy a magyar király nem vazallus fejedelem, hanem szuverén uralkodó. Szent István gondosan ügyelt arra, hogy a magyarság érdekei ne sérüljenek. Fegyverrel vert el határainkról a hódítókat, bárhonnan érkeztek is, bár szinte egész Európával kereskedett, sosem lett senkinek a hűbérese. Gondosan ügyelt önazonosságunk és hagyományaink, szokásaink megőrzésére. Halála után a harcok újra kezdődtek. Sokan voltak még a régi, elavult társadalmi és vallási rend hívei, valamint a befolyásukat vesztett, sértődött hatalmasságok, akik görcsösen ragaszkodtak a hatalomhoz, és a hatalomért cserébe elárulták, feláldozták hazájukat.
Az elvetett mag viszont termékeny talajra talált, az Isten útjára lépett magyarságban. Az új rend kiállta a próbát, a magyar államiság immár több mint 1000 éve létezik, és vele együtt létezik a magyarság is. Mit üzen számunkra első királyunk szellemisége? Elsősorban szorosan összeköti a Kárpát-medence magyarságát. Azt üzeni, hogy bízzunk magunkban és a jövőben. Akarjunk és merjünk közösen cselekedni, ha nemzeti érdekeink védelméről van szó. Olyan modern, független, keresztény európai országot kell építenünk, amelyre ő is büszke lehet, ahogyan mi is büszkék vagyunk az ő művére. Isten éltesse szeretett hazánkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Megköszönöm polgármester úr ünnepi szavait, és ezután kérem tisztelettel arra, hogy az ünnepi kenyeret, megszentelt kenyeret vágja föl. Az államalapítás és az új kenyér ünnepe is ezen alkalommal. A mezőtúriak is számos programon vehetnek részt a mai napon. A Városi Oktatási Centrum díszudvarán. Polgármester úr, mit gondoltokat tudna hozzáfűzni a mai naphoz? Hát felemelő érzés államalapításunkat ünnepelni. Ezt én úgy gondolom, hogy mezőtúron méltóképpen megtesszük. A programok is nagyszerűek, hiszen 2-kor kezdődött egy kiállítás megnyitóval, ahol a közel 40. évfordulóját lassan majd ünneplő mezőtúri művészeti alkotótelepnek a kiállításának a megnyitóján vehettek részt az érdeklődők. Aztán pedig 4 órakor itt folytatódott a volt főiskola melletti, most már közterületen, elbontottuk a kerítést. És ugye az új kenyér megérkezett, köszönet és hála a Szépkorúak Hagyományőrző Egyesületének, klubjának pontosabban, akik ugye elhozták hozzánk az új kenyeret, és a Mongol Agrár Népdalkör színesítette a programot, nekik is köszönet és hála a szép dalokért. Nem volt egyszerű, azért el kell, hogy mondjam, hogy rendkívül meleg van, és ugye zömében idősebb emberekből áll
a műsort adó együttes, úgyhogy le a kalappal előttük, hogy ebben a hőségben is ilyen szépen szerepeltek. És hát köszönöm a közönségnek is, akik kilátogattak ide, és végignézték az ünnepséget. Én köszöntöttem a jelenlévőket egy ünnepi beszéddel, és nem utolsó sorban szeretném megköszönni a Történelmi Egyházak jelenlévő képviselőinek is azt a szolgálatot, amellyel ugye az új kenyeret megáldották, illetve megszentelték. Úgyhogy én azt gondolom, hogy méltó módon ünnepeltük itt államalapításunk évfordulóját és az új kenyér ünnepét, és még nincs vége, hiszen majd az este folyamán még két zenekar is fellép, ezzel egy kicsikét a kultúra is visszaköszön, ugye azzal kezdődött a kiállítással, és azzal is végződik, tehát koncertek lesznek, és tulajdonképpen ezzel tesszük fel a koronát augusztus 20-ára. A Túri Szépkorúak Hagyományozó Klub és hozzájárult a mai napi augusztus 20-ai ünnepséghez. Mit tudna erről elmondani? Mint ahogy a polgármester úr mondta, már 800-as években hagyomány volt, majd szünetelték ezt a ünnepséget. Mink 26 éve csináljuk ezt a kenyérünnepséget, Szent István állam alapításának a visszaemlékezés alkalmával. Úgy gondolom, hogy nem fog megszűnni ez az augusztus 20-a belátható időn belül. Biztos lesz, akinek át fogjuk tudni adni ezt a szép gesztust, amit most is láttunk a színpadon. A klub milyen tevékenységet folytatott a mai napon? A klub egy szóval tájékoztatta a polgármester urat, hogy a jövő évi, ez évi és a jövő évi kenyerünk arátási biztosítva van. Mint ahogy elmondta, közepesnél bővebb termés van, jó minőségű kenyér, gabona termet, malmok vannak, amik megőrlik, és én úgy gondolom, pékek is vannak, amit megsütik, és így jut kenyér minden nap az asztalra. Miért tartja fontosnak, hogy évről évre megemlékezzünk, illetve ünnepeljük ezt a napot? Ha a múltat nem ismerjük, akkor nem tudom, hogy a jelenben merre kóvályogok. Ez egy olyan rossz érzés legalábbis nekem, hogy keresem először önmagamat, keresem azokat az embereket, akik valamit várnak ettől a augusztus 20-ától, és egyszerűen, ha nincs visszaemlékezés, akkor nagyon sokan nem találnak önmagukra. Ez az egyik. A másik meg, ha jelent, nem csináljuk, amit máma is ez a arató felvonulással, rengeteg élmény, rengeteg olyan dolog eltűnik, elviszik az emberek magukkal a sírba, és ha nem, nincs ez a technika, ami most van, a televízió, amit most is azért állok itt a televízió előtt, hogy megörökítse, akkor szinte elveszünk. Hontalanok leszünk, nem tudjuk, hogy minden nap mi az, ami körülöttünk történik, ennél pedig rosszabb nincs. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy ezt az ünnepséget meg tudtuk valami is tartani, ezért valamikor az őseink nagyon-nagyon megizgattak. Kemény aratás, kemény cséplés, utána már könnyen beszéltek, mikor a fejedek ben volt a kamarában. Akkor biztos volt a családnak egész évi eledele, ha kenyér került az asztalra, amellé mindig akadt valami. És így a családok nem éheztek. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látták. Újabb adásra majd szeptember 6-án is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!